Sziasztok mindenkit, üdvözlök! Most egy Ryzen konfiót állítottam össze, és úgy gondoltam, hogy jelen esetben a Ryzen 3 2200G-ből, hiszen nem régen jelentek meg az új Ryzen procik, és már kaphatóak is a boltokban, ráadásul 2200G nagyon kedvező áron, tehát már 33.000 forinttól kezdődik, így úgy gondoltam, hogy ezt a modellt mindenféleképpen érdemes lehet számításba venni, hiszen gyakorlatilag nem sokkal drágább, mint egy 1200-as, és mégiscsak egy újabb modell. Ami még picikét bökkenő, hogy csak BIOS frissítéssel fogjuk tudni használni a meglévő alaplapokba, tehát egy ASRock A320DGS alaplapot néztem ki hozzá, aminek előnye, hogy nagyon kedvező áron kapható, felbújdult helyzetben mindenféleképpen olyan konfigot szemezek össze, amivel nagyon jó árérték arányjal fogunk kijönni a vásárlás végén. Ugye nagyon szeretjük Ryzen processzoroknál előny, hogy mindjárt kapunk hozzá olyan alaplapot, ami nem csak 2133 vagy 2400 MHz-es memória órajelet támogat, hanem már egy 3000 MHz-es 8 GB DDR4-es modult is bele fogunk tudni tenni a konfigba CL15-ös időzítéssel. Játékokban azért igencsak meg tud mutatkozni, helyenként ilyen 10 FPS különbség is kialakulhat, egyéb munkafolyamatokban is jócskán előnyt jelent, hogyha már ilyen magas órajelű RAM-okat használunk. Videókártyát én mindig a használt piacról oldanám meg, tehát egyelőre ott tartunk, hogy egy GTX 1050 Ti 65-70 ezer forint, addig már használtan egy Gigabyte GTX 950-et 30 ezer forintért is le tudunk adászni, ez egy jó alternatíva lehet. Sokan egyébként úgy gondolkodnak, hogy most valami, aztán később, ha rendeződnek a videókártyárak, majd egy jóval erősebb videókártyát vásárolnak. Ezt jelen esetben is meg lehet tenni, nem kell megijedni a használt piactól. Vagy amit még számításba lehetne venni, 40 ezer forint környékén már kapunk olyan videókártyát, mint az R9 382 GB. GTX 960-nál egy hajszállal azért erősebb, viszont annyit még nem tud, mint például az én Radeon kártyám, az R9 280X, ugye ami a konfigomba most bekerült, és majd jönnek belőle a tesztek is, következő videóban már valószínűleg, már javában zajlik a tesztelés, kérdés, hogy mikor vágom meg, és mikor fog az egy videóként felkerülni, valószínűleg vagy a mai napon már, vagy esetleg a holnapi nap folyamán már fel fog kerülni, úgyhogy érdemes követni a csatornát. Tehát lényeg annyi, hogy egy R9 380 egész jó árba van, annyit nem tud, mint egy 280X, viszont annyit simán, mint egy GTX 960, úgyhogy 40 ezer forintért most egy jó választás. Később aztán tehetünk be a konfigba egy még erősebb videókártyát. Úgy gondolom, hogy egy GTX 970 szintű vagy egy GTX 1060 szintű kártyától még nem kell megijedni egy új Ryzen 3 processzornál. Nyilvánvalóan egy 1080 vagy egy 1080 Ti videókártyához már egy komolyabb processzort javasolnék. Gépháznak Aircool V3X Advance 8500 forinttól, tehát nem egy drága gépházra törekedtem, ugye 10.000 forint környékén ott van a Zalman Z1, Zalman Z3, picikét is tudunk megtakarítani azért a keretből. Nem alap nekünk, hogy mindjárt egy Zalman gépházba kell építkezni. HDD-nek VD Blue 7200-es 64 MB-os, ugye ezt éri meg megvásárolni. Egy Seagate Barracuda, esetleg Toshiba gyártó alatt is nagyon jó HDD-ket találunk. Végül a tápegység FSP Hexa 500 watt, ugye mindenféle pin elosztással találkozunk, 2x8 pinig, úgyhogy 500 watt teljesítményen is nyugodtan szemezgethetjük bele később is a videókártyákat. Később RAM szempontjából is még bővíthető lesz, tehát még egy 8 GB-os modullal 16 GB-t is fogunk tudni bővíteni, de majd valamikor kevés lenne a processz, akkor egy Ryzen 5, Ryzen 7 is belekerülhet akár abba az alaplapba. Lényegében fokozatosan bármelyik összetevőt könnyen tudjuk cserélni. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!